Sziasztok! Most egy nagyon rövid bookhaul videóval készültem, ugyanis egyáltalán nem néztem utána a könyveknek, amik hozzám kerültek az elmúlt, hát két hétben, mondhatjuk ezt is. Volt egy Book 24-es rendelésem, amelyek valójában szépséghibás szekcióban voltak, és 40%-os leértékeléssel vásároltam őket, de egyébként majd meg fogom őket mutatni, semmi probléma ezekkel a könyvekkel, és kaptam ajándékba a könyveket Beától, illetve az ő nővérétől, és ezúttal is nagyon-nagyon köszönöm ezeket a klasszikusokat, és kaptam Tamástól is könyvet, és voltam most Vácon antikváriumban, ahova sikerült végre eljutnom, mert legutóbb én nem tudtam csatlakozni a csapathoz különböző okok miatt, de most egy hét szabadságom lesz, úgyhogy ezért mindenképp szerettem volna megnézni ezeket az antikváriumokat, és hát nagyon pozitív élménnyel tértem haza, mert tényleg fantasztikusak. Az egyik az ilyen kis tele van kincsekkel, régi első kiadásokkal, és a másikban pedig rengeteg klasszikus volt, amiket így haza tudtam volna hozni, vagy 30-at kapásból, de ott igazából csak egy könyvet szereztem be, amire már nagyon fájt a fogam. Úgyhogy most jöjjenek ezek a könyvek. Kezdem akkor a Book 24-es rendelésemmel. Az első az Jó Nesbótól a Macbeth, és ezt azért vásároltam meg, mert már korábban begyűjtöttem a Kossuth kiadó gondozásában a Shakespeare újra sorozatot, és gyakorlatilag ez is hozzá tartozik, csak nem teljesen abban a formátumban jelent meg, ugyanis ugye Jó Nesbø egy nagyon sikeres skandináv krimi író, és hát nem teljesen tudták kiadni ugyanúgy, ahogy azokat a könyveket. Egyébként itt vannak a polcomon, itt van négy, Margaret Atwood is írt, vagy Anne Tyler, és hát Jó Nesbø, ugye nem nehéz kitalálni, hogy a Macbethet alkotta újra, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, ugye én ebből készítettem egy videót, pontosan ugyanilyen fekete és piros a borító képen, valahogy ez elképesztően jól passzol a Macbethhez. Egyébként is nagyon tetszett, nagyon jó történet, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a híres krimi író vajon hogyan dolgozta fel ezt a történetet. A következő klasszikus már nagyon régóta szerettem volna a polcomon tudni, volt is már szó többször is a csatornámon róla, ez pedig nem más, mint David Herbert, azaz D.H. Lawrence-nek a Lady Chatterley szeretője, csak annyira halvány ez a borító, hogy videón szinte alig megy át, bár így csillog is. De ez a kiadás egyébként nekem nagyon tetszik, Athenaeum kiadó 2021-ben indította az érzelmek, pontosan nem tudom mi a neve ennek, érzelmes klasszikusok sorozatát, és ennek az a célja, hogy a 19. és 20. század alkotásaival megszólítva a 21. század olvasó közönségét, korszakokon átívelő párbeszédet teremtsen olyan kérdések mentén, amelyeken az emberiség évezredek óta töpreng. És ebben jelent meg most nem is olyan régen Charles Dickensnek a Két város regénye, amiről már szintén beszéltem itt a csatornán, illetve Guy de Maupassant-nak is a Szép fiú ebben fog megjelenni. Én azt gondolom, hogy egyébként szeretném begyűjteni az összes többit, ha jól tudom, akkor az Egy tiszta nő, Flaubertnek az Érzelmek iskolája, és van még egy, amit a Kreutzer szonáta is megjelent. Nagyon szép, nagyon tetszik. Hát annyi a hibája, hogy itt egy kicsit kicsit itt meg van sérülve, de egyébként semmi probléma nincs vele. 1928-ban jelent meg a könyv, és hatalmas nagy botrányt kavart, hiszen nagyon sok vulgáris és szexuális ábrázolás van benne, de főként azért is, mert egy arisztokrata nő egy munkásosztálybeli férfival szűri össze a levet, és természetesen, mivel szerető van a címben, tehát megcsalás történik, lebénul a férje a nőnek a háborúban, és ezután kezd viszonyba.
Hát, ha minden igaz, akkor vadőr vagy kertész, most nem tudom pontosan, de hát majd hamarosan el fogom olvasni. Szintén említettem már a következő klasszikust, Hermann Hesse és az üveggyöngyjáték. Egy picit meglepődtem egyébként, hogy ez ekkora nagy monstrum a Siddhartához és a pusztai farkashoz képest, ez sokkal vastagabb mű. Ez volt egyébként az egyik utolsó regénye, 1943-ban fejezte be, közel 11 évig írta, és hát az egyik főművének tartják egyébként ezt a könyvet. 1946-ban, tehát a megjelenést követően, rá 3 évre kapta meg Hesse a Nobel-díjat, és nyilvánvalóan, hogy ez a könyv is hozzátett ahhoz, hogy a Nobel-díjas szerző legyen. Egyébként annyit érdemes róla tudni, hogy egy ilyen kitalált városban játszódik, és az üveggyöngy játék valóban egy játékot takar méghozzá egy fiúiskolában, de az a lényege, hogy fejlődniük kell bizonyos dolgokban, a logikában, matematikai tudásban, művészetben az ottani tanulóknak, és ugye a végső cél az az üveggyöngyjátéknak az elsajátítása. Ennyit tudok róla. Egyébként szokták hasonlítani Goethe Wilhelm Meister tanulóévei című könyvhöz is. Illetve van benne ugye egy utopisztikus jövő is, de nem olyan értelemben, mint mondjuk ahogy Jules Verne írt az utopisztikus jövőről. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon szeretem Hesse-t, úgyhogy rettentő kíváncsi vagyok. A következő Oekjenzaburo és a futballlázadás. Ugye ez az irodalmi Nobel-díjasok könyvtára sorozat, amelyből én Pécsről elhoztam 3 példány, de ott volt még több is, csak nem tudtam elhozni sajnos. Úgyhogy nagyon örültem, amikor így a szépséghibás példányok között potom 1500 forintért megláttam ezt a könyvet, és amúgy semmi baja, mert sehol nincsen hibája ennek a könyvnek. Ő egy japán Nobel-díjas szerző, és a modern japán életet mutatja be egy testvérpáron keresztül, akik teljesen különböznek egymástól, tűz és víz, és egy szerelmi háromszögön keresztül, úgyhogy ez felkeltette egyébként az érdeklődésemet. Ráadásul én szeretnék azért több Nobel-díjas szerzővel megismerkedni, mert vannak olyanok, akikről korábban még soha nem is hallottam, ilyen egyébként Kenzaburo is, hogy nem nagyon tudok róla semmit, és hát több ilyen van, úgyhogy jó lenne többet is megismerni közülük. Megakadt a szemem egy olyan kortárs magyar írón, akitől jövőre mindenképpen szeretnék már olvasni. Szerintem ő ma a magyar szépirodalom egyik legfontosabb élő alakja, és ez volt az első regény, amivel berobbant a köztudatba. Az 1977-ben megjelent egy családregény vége, és Nádas Péter a szerzője. Hát mondhatom azt, hogy nagy hiányosságom, de elképesztően kíváncsi vagyok rá. Ez egy kis regény, és ebben a történetben Simon Péter a főszereplőnk, aki az 50-es években nő fel, és az ő nagyapja időről időre elmeséli neki a családjának a történetét, a családjának a múltját. És itt azt írja, hátul, hogy a kisregény költői zenei egységét az a végig komponált, egyenletesen megtartott gyerekhang teremti meg, amit a korabeli kritika is a könyv talán legnagyobb erényének tartott. Én iszonyatosan szeretem, amikor az írók vissza tudnak lényegülni a gyereknek a fejébe, és hogyha az jól van megírva, akkor az iszonyat ütős tud lenni. Van egy könyv, aminek elképesztően örülök, mert már megvan itthon a Mítoszok nagykönyve, amelyet a Libris szépséghibás szekciójában szereztem be, és most már itt van a Biblia nagykönyve is a HVG könyvektől, és én ezt annó valakinek a polcán láttam, és megcsodáltam, és azt mondtam, hogy igen,
itt kell legyen nekem, és én nagyon szeretek forgatni ilyen tudományos könyveket, tele van képekkel, információkkal. Amikor nincs kedvem olvasni, akkor ez ilyen jó kis agykikapcsolós szórakozás, és hát a Biblia miért érdekel? Mert alapvetően érdekel minden vallás, és azt írja itt hátul, hogy mit jelenthetnek mindennapi életünkben a proféciák? Mire tanítanak Jézus példabeszédei és cselekedetei? Milyen tanulságokkal szolgálnak a bibliai történetek és csodák? Miképp adhat erőt a hit a kiszolgáltatottsággal és a hatalommal szemben? Milyen közös erkölcsi elvárások jelennek meg a nagy világvallásokban? Hogyan teheti szebbé életünket a Bibliában megjelenő szerelmi költészet? Szerintem ez csodálatos. Szerintem eleve a vallásra nem szabad rossz szemmel nézni, mert ezek a történetek, amiket tartalmaz, például a Biblia, ezek igazából filozófiai művek, amelyek rendkívül sok erőt adhatnak nekünk, vagy iránytűként szolgálhatnak az életünkben. Szóval valamiképpen ilyen szemmel is kellene nézni egyébként a vallást. Ajándékba kaptam a 20. századi német próza irodalom egyik kiemelkedő alakjának két könyvét, Leon Feitwangernek a Hamis Nérót, és a, hát ebből most így nem látszik, az a Számüzetés című, hát majdnem 1000 oldalas könyve, és kiderült számomra, hogy ez a Számüzetés, ez egy trilógiának a harmadik része, úgyhogy Tamás, kérem szépen majd az első részeit is, úgyhogy erről nem is nagyon szeretnék semmit mondani. Ez viszont nagyon érdekes számomra, ugyanis hát ugye az ókori római birodalommal játszódik, Néró uralkodása már lecsengett elvileg, de az a gyanú járja, hogy Néró mégis életben van, és egyébként a helyszín az a római birodalom keleti színhelye Szíria, illetve Mezopotámia. És az események, amik ebben a könyvben történnek, azok valójában a 30-as évek Németországát tükrözik, az akkori politikai helyzetet, illetve társadalmi történéseket. Kíváncsi vagyok rá, mert nagyon dicséri nekem a Tamás, úgyhogy biztosan el fogom majd olvasni. Itt van végre a polcomon a franciák egyik nagy regényírója, gondolkodójának, filozófusának egy főműve, ez pedig nem más, mint Denis Diderotól az Apáca, és benne van még a Rameau unoka öccse című filozófiai írás is, de én leginkább erre vagyok kíváncsi, ugyanis amikor készítettem a francia klasszikusokról a videót, akkor már megakadt a szemem ezen a művön, és felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy örülök, hogy végre itt van. Hát valójában az apácák, illetve a kolostoroknak a zárt életét, világát mutatja be, különböző női apácák jelennek meg benne, archetípusok, például van benne olyan, aki egy brutális szadista típus, de van olyan, aki egy elesett kislány, aki kolostorba kellett vonuljon a szülei döntése miatt, és a főszereplőnk is ilyen, és bár nem szeret ott tartózkodni, ennél sokkal komolyabb és szabadabb vágyai vannak a főszereplőnek, és mindezt egy levelezésben mutatja meg egy közeli ismerősének. És hát én nagyon kíváncsi vagyok rá, mert van benne némi filozófia is, és én azokat a műveket pedig nagyon szeretem. A következő néhány könyvet pedig Dusicának köszönöm, aki már egy ideje követi a csatornámat, és egy nagyon kedves üzenetet is írt nekem. De igazából én ezt csak így tudom meghálálni, hogy készítem továbbra is a videókat. Sajnos én visszaszolgáltatni könyveket nem tudok, mert nem szoktam duplikálni, elég tudatos vásárló vagyok. Úgyhogy csak így tudom megköszönni.
De én nagyon hálás vagyok. Kaptam tőle egy Kemény Zsigmond özvegyes leányát, méghozzá ez a Népszabadság könyvekben jelent meg 2007-ben, és a magyar irodalom remekei a 19. században, ez az egyik, és a másik pedig ugyanebben a kiadásban az Jókai Mór és az Aranyember, de ezt úgy kaptam, hogy én elcseréltem vele egy másik Aranyember kiadásra, amit nem is olyan régen mutattam, és nekem az a borító, az a narancssárga rondaság egyáltalán nem tetszett, és ezért ő felajánlotta, hogy ő szívesen cserél velem. Úgyhogy éltem ezzel a lehetőséggel. Azt hiszem, ezt a két könyvet nem kell bemutatni, és már volt is szó a csatornámon róluk. Itt van Móra Ferenctől az Aranykaposó. Na, ez az a sorozat, amiben most már több példányom is megvan. A Bűn és bűnhődés, a Raboroszlán, Móri Zsigmondtól, és a Dickenstől a Twist Oliver, illetve Guy de Maupassant-tól egy asszony élete, szóval már van több is. Ez ugye a magyar próza klasszikusai, és akkor ebből kaptam néhányat. Az egyik az Aranykoporsó, ami 1932-ben jelent meg, és az ókori római birodalomban játszódik. Én nagyon-nagyon szerettem. Lehet, hogy már beszéltem róla korábban, de még biztos majd a jövőben elő fog kerülni. Ugye régészként múzeumban is dolgozott Móra Ferenc, tehát nagy-nagy történelem rajongó és történelem ismerő, úgyhogy csodálatos ez a könyve egyébként. Aztán itt van Eötvös Józseftől a Falu jegyzője, ami pedig az 1845-ös évben született, és ez a feudalizmus ellen könyve gyakorlatilag, amiben is megpróbálnak harcolni emberek a kizsákmányolás ellen, a szegénység ellen, de hogy mennyire veszett csata ez, az kiderül ebből a könyvből. Illetve itt van Kafka Margit, Színek és évek, és a Hangyaboly. A Színek és évekről februárban volt szó itt a csatornámon, ugyanis januárban olvastam el azt a könyvet, ekkor ismertem meg Kafka Margitot, és rám elképesztő hatással volt az a könyv, én nagyon-nagyon szerettem. A Hangyaboly pedig egy Apácazárdában játszódó könyv, és az egyébként előbb született, mint a Színek és évek, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Ugye Tamás is nagyon szereti Kafka Margitot, és én is csak javasolni tudom nektek. Ugye nagyon örülök, hogy itt van a Színek és évek, mert én akkor egyébként e-bookban olvastam, és szerintem akkor mondtam is, hogy sajnos nincs meg a polcomon. Kosztolányi Dezső pacsírta, és Esti Kornél a következő. Hát Kosztolányival ambivalens a viszonyom, mert nagyon szeretem a verseit, de kevés prózáját olvastam, és nagyon szeretnék tőle többet olvasni, mert tudom azt, hogy remek prózaíró is. Hát a Pacsirtát én filmben láttam, Tolnai Klári, Páger Antal és Nagy Anna voltak a főszereplői, és ez egy nagyon-nagyon jó film volt, tehát ebből kifolyólag valószínűleg a próza is nekem nagyon tetszene, ugyanis ennek a főszereplője Pacsirta egy csúnya lány, aki gyakorlatilag behatárolja a szüleit, és a szülei mindent feláldoznak ezért a lányért, és csak lesik az ő kívánságát, mindent alárendelnek ennek a lánynak. Nagyon-nagyon jó kis történet, és hát folytatásokban jelent meg a Nyugatban egyébként, az 1920-as években. Az Esti Kornél pedig 18 kisebb történetből, novellából áll össze, de tényleg nagyon-nagyon rövidek, viszont azt tudni kell, hogy Esti Kornél az maga Kosztolányi Dezsőnek az alakja, hiszen újságíró, és hát mindenféle dologban részt vesz, amiben annó Kosztolányi is, és ilyen fejezet címek vannak, nagyon érdekes egyébként, hogy mindegyik alá
odaírt valamit. Egyébként ezek a novellák, azt hiszem, hogy az első 1925-ben jelent meg, és az utolsó pedig 1936-ban, és csak utána állt így össze, így egy kis regénynek gyakorlatilag. Tehát a 13. fejezet, melyben mint jótevő szerepel, fölkarolja a sorsüldözött özvegyet, de végül kénytelen megverni őt, mert annyira sajnálja, hogy egyebet nem is tehet. Azért Kosztolányinak volt humora is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok mind a két írásra. Következő pedig Bródy Sándor és az Ezüst Kecske, illetve tartalmaz még két Szőke asszony című elbeszélését is. Nem olvastam tőle még semmit, pedig állítólag lebilincselően, érthetően és szépen ír, és hát nagyon értette a női lelket, ugyanis ő egy roppant jóképű férfi volt, akiért odáig voltak a nők, és hát ő ezt ki is használta, és elég nagy nőcsávász hírében állt. És az irodalmi élet középpontja is volt. Ő állítólag ő diktálta akkoriban a divatot, és hát újságíróként is dolgozott, de kritikus is volt. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, ez az egyik főműve, de egyáltalán nem tudom, hogy miről szól. Azt tudom, hogy a történetei nagy része Budapesten játszódnak, és egyébként házasságon kívül született egy fia, aki szintén író lett, ő pedig nem más, mint Hunyadi Sándor, és egyébként Erdős Renének is volt ő a szeretője, aki egy nagyon jó magyar író volt, illetve akkoriban, amikor ő alkotott, akkor az ő egyik fontos kortársa volt. A következő könyvekkel tértem haza Vácról, az egyik Mészői Dezső, Shakespeare napló, és ez azért érdekes számomra, mert a héten találkoztam egy irodalom szerető emberkével, akivel kicsit beszélgettünk a Shakespeare fordításokról, és ő Arany Jánosra esküdött, én pedig mondtam, hogy azért Mészői Dezső is, és Vas István is nagyon jó volt. Új korban, vagy most napjainkban pedig ugye Nádasdy Ádám is fordítja Shakespeare-t, úgyhogy nagyon érdekes, de minthogyha még valakivel beszéltem pont erről a héten, szintén tényleg nagyon érdekes, pont így ráakadtam erre a könyvre, ugyanis Mészői Dezső volt ugye az egyik fordító, és nagyon sok tapasztalatát leírja a Shakespeare fordításról, magáról Shakespeare-ről, a drámáiról, és ezen akadt meg a szemem, nyelv és ritmus. A Shakespeare fordítás nyitja, két kulcsra jár, egyik a shakespeare-i nyelv, másik a shakespeare-i ritmus. Milyen nyelven fordítsuk Shakespeare-t? Mai költőt az a veszély már alig a fenyegeti, melynek a múlt század második felében író magyar Shakespeare fordítók estek áldozatául, akik Shakespeare-t valami íróasztal mellett gyártott, íztelen, szintelen, szaktalan műnyelven tolmácsolták, tisztelet a nagy kivételnek. Lehetséges, hogy Arany Jánosnak tisztelget itt ezzel, vagy tisztelet a kivételnek. Mindenesetre ez egy nagyon érdekes könyv számomra, hiszen Shakespeare rajongó vagyok. Európa zsebkönyvek közül kettőt hoztam haza. Az egyik Carson McCullers-től Magányos vadász a szív, a másik pedig Simone de Beauvoir-tól Egy jóházból való úrilány emlékei. Ezzel a könyvvel már akkor szemeztem, amikor márciusban amerikai klasszikus írónőktől olvastam, és szerettem volna, ha ez a könyv is belefér, mert felkeltett az érdeklődésemet az 1940-es években berobbant írónőnek az írása. Igazából ennek az alapmotívuma ennek a könyvnek, hogy az ember magára hagyatottsága a lélektelen amerikai életben milyen, hogy a siketnémen kívül senki sem törődik azzal, hogyan él Dr. Copeland, a négerorvos, Jake Blunt, a részeges világ megváltó és a többi. Egytől egyik különös szereplője ennek az elgondolkoztató nem mindennapi könyvnek, ugyanis a főszereplője egy siketnéma ember, aki annak ellenére, hogy nem hall és nem beszél, meghallgatja az emberek búját, baját, és társaságként funkcionál számukra. Nagyon érdekes. Illetve itt van Simone de Beauvoir, akitől ugye olvastam már februárban,
akkor még sokkal rendszerezettebben tudtam olvasni, mint most nyáron, mert akkor elhatároztam, hogy ebben a témában ezeket fogom olvasni, és akkor ezt még sikerült is tartanom, hiszen a Szerelmi Háromszögnél olvastam a Megtört asszonyt, ami egyébként három kisregényt tartalmazott, de hát lenyűgözött engem a francia az írónő könyve. Mondhatom azt, hogy az év egyik legjobb olvasmánya volt, úgyhogy Simone de Beauvoir-tól mindenképp fogok megolvasni, és ez lesz az egyik. Meggondolatlanul nagy kalandba bocsátkoztam, mikor beszélni kezdtem magamról. Az ember elkezdi, és sohasem ér a végére. Első 20 esztendőmet már régóta el akartam mondani magamnak. Ezt ő maga írja itt a főszövegben. Hát kíváncsi vagyok rá. Nagyon szép kiadásban sikerült bezsákmányolni Dosztojevszkijtől Feljegyzések a Holtak házából című kötetét, ami a Világirodalom mesterei sorozatban jelent meg. És hát ez az a könyve, amit mindenképpen szeretnék elolvasni, mert édesapám már olvasta, és nagyon-nagyon szerette, mert egy picit tartok tőle, mert 1848-ban Dosztojevszkijt halálra ítélték, de valamilyen úton, módon megmenekült a puska általi haláltól, viszont Szibériába küldték kényszermunkatáborba, és ez erről szól a raboknak a szánalmas szenvedéséről, úgyhogy lehet, hogy ez számomra egyébként egy megterhelő írás lesz, de mivel Dosztojevszkij a szívem csücske, így semmiképpen sem szeretném kihagyni, hát idén már nem valószínű, hogy sorra fog kerülni, de hát lesz még ilyen év, amikor klasszikusokat fogok olvasni. Most már itt van a polcomon Robert Graves-től az Aranygyapjú. Ugye nem is olyan régen megvásároltam szintén antikváriumban az Én Claudius és Claudius az Istent, ami ugye a római, ókori Rómában játszódik. Ez a történet viszont a görög mitológiába vezet minket vissza, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, ugyanis a görög mitológiában elképesztően jó történetek vannak, amiket ugye, hát számomra is még megismerésre várnak, úgyhogy ezért is vagyok nagyon rá kíváncsi. A görög mítoszokban a mitológiai vallástörténet tudós kutatójának ismertük meg. Az Aranygyapjúban az író Graves egy pillanatra sem feledkezik meg a tudós Gravesről, az érdekes és színes regény legkisebb részlete is megfelel a görög és római irodalmi hagyományban, vagy képzelművészeti ábrázolásokon szereplő tényeknek, motívumoknak. Nem tudom, hogy melyik mitológiai történetet ragadja meg ebben a műben, de érdekes. Nagyon szép kiadásban elhoztam Jules Verne Grand Kapitány gyermekei című művét, és még soha nem olvastam róla, viszont megkérdeztem egy olyan embert, aki már igen, és ő azt mondta, hogy kezdjem szerinte ezzel a könyvvel az ő megismerését. Hát tényleg nagyon-nagyon-nagyon szép ez a borító, meg úgy maga a könyv is annyira jó állapotban van, pedig egy régi kiadásról van szó. Azt írja itt, hogy Verne egyik legnépszerűbb regénye, annyi más művéhez hasonlóan a lélek nemességét, a bátorságot és az önfeláldozást dicséri, és a kiváló jellemvonások számára az egész földkerekséget szánja terepül, szóval van benne nyilván utazás, kalandok, romantika, humor, és Gyulai Livius illusztrációval került kiadásra ez a mű. Kíváncsi vagyok rá, biztosan sorra fogom most már keríteni, hiszen Jókainak is nagy példaképe volt Verne. És aminek nagyon-nagyon örülök, és végre itt van a polcomon, hát el se hiszem, Karácsony Benő napos oldal, és ráadásul egy ilyen újabb kiadásban, ez az ő életmű sorozatának, vagy életmű kiadásának az első kötete. Tényleg annyira örülök neki, mert én annyira imádtam ezt a könyvet. Ugye ebben felméri Kázmér a főszereplőnk, aki egy nagyon-nagyon szimpatikus karakter, egy rettentő, szerethető, néha csetlőbotló, néha pedig rendkívül ügyes fickóról van szó. A sok nélkülözés ellenére is tud álhatatosan ember maradni, az élet napos oldalát meglátni és azt értékelni, ebben példát mutatva az elanyagiasodott, elhidegült, a jót és szépet már észesen vevő mai kor emberének. Rettentő aktuális, nyugodtan olvassátok el. Végül pedig a sort zárjuk azzal a kötettel, amivel az előző videómat
kezdtem. Aki látta, az biztosan emlékszik rá, hogy a toplistám 50. helyén James Joyce és az Ulysses volt, és itt van nálam. Nem volt olcsó, azt nem mondom, de végre megszereztem, és egyébként van rajta egy ilyen védőfólia, szóval a könyv rettentő jó állapotban van. A világirodalom klasszikusai sorozatban jelent meg 1986-ban, és Szent Kuti Miklós fordította, ugye ő volt az Ulysses fordítója. Hát alig várom, hogy belemerüljek, több mint 800 oldalas, és ugye mondtam, hogy én ezt mindenképpen valakivel szeretném majd elolvasni, de egyáltalán nem úgy képzelem el, hogy elolvassuk, és akkor a végén megbeszéljük, hanem én fejezetről fejezetre szeretném ezt valakivel olvasni, hiszen nem szabad, az a lényeg, hogy nem szabad letenni, nem szabad elengedjük egymás kezét, mert ez nem egy könnyű mű, de ha egymást motiváljuk, akkor el tudjuk olvasni, úgyhogy erre keresek is jelentkezőt, hogyha akad valaki, akkor nyugodtan írja meg, és hogy mikor lenne rá ideje, kedve elolvasni. Ez a videó most ennyi lett volna, jó sok könyvet vásároltam, ideje lenne most már könyvstoppot hirdetnem magamnak, de hát ez egy könyvgyűjtőnek nem lehet, tehát egy Mission Impossible dolog, úgyhogy majd meglátjuk, hogy alakul a július. Most elsősorban nagyon sokat szeretnék olvasni, főleg, hogy itt van a szabadságom, remélem, hogy minden adott lesz hozzá. Aztán hamarosan majd visszatérek, és javak egy újabb videóval, addig pedig legyetek jók, és olvassatok sokat. Sziasztok!